Két győztes hazai mérkőzés után utazott a legutóbbi két meccsén vereséget szenvedő Békés Csabához a Kisvárda. A vendégek szakmai stábja alaposan felforgatott csapatot küldött pályára, a Sopron elleni kezdő 11-ből mindössze Iváncsics kapus és Lukács maradt hírmondónak 9 új futballista mellett. A találkozó elején a Kisvárda előtt adódott több lehetőség, aztán kiegyenlítődött a játék. A második fél időben nem történt sok jelentős esemény, viszont az utolsó előtti percben megfogyatkozott a Kisvárda, második sárgalapja után Horváth Zoltánt állította ki a játékvezető. A vendégek így emberhátrányba fejezték be a meccset, amelyen egy ponttal gazdagodtak. Minden adott volt ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést, az első fél időben kimondottan, hisz volt 3-4 olyan nagy helyzetünk, amit gólra kellett volna váltani, sikerült is egyet ugyan, de az ilyen határeset lehetett lesz, így még azt nem adták meg. Aztán végig kontrollra tartottuk a játékot, jó játszottunk kimondottan, hisz frissebbnek tűnt a társaságunk, erre is készültünk, hiszen az egyhetes sorozat ez minden csapatnak az élethalál harcba nagy kihívást jelent. A forduló további eredményei a következők: Zalaegerszeg Balmazújváros 4-1, Cigánd Szolnok 1-1, Vác Budaörs 2-1, Mosonmagyaróvár Cegléd 0-1, Siófok Grosics Akadémia 1-1, Nyíregyháza Spartakusz Dorog 0-1, Szeged Puskás Akadémia 1-1, Sopron Kozár Misleny 1-1 és Csákvár Soroksár 1-1. A tabella élén az 52 pontos Puskás Akadémia áll, megelőzve az 50 pontos Soroksárt. A 42 ponttal 5. helyezett Kisvárda pénteken pótolja a 22. fordulóban elmaradt Szolnok elleni hazai meccsét.